Szeretettel köszöntlek mindannyiótokat, és most egy olyan témáról szeretnék veletek gondolkodni, ami nem egy olyan téma, ami újszerűen hathat szerintem sokatok számára. Mégis egy fontos téma, és újból meg kell erősíteni magunkat abban, hogy mi a mi helyünk ezzel kapcsolatosan. Én az egyházról szeretnék veletek gondolkodni. Az egyházról és a maradék kérdéséről. Ami nekem azért is kérdés, mert ugye én hosszú éveken át a keresztény adventista közösség lelkésze voltam, és most adventista lelkész lettem, ami hát egy furcsa új kihívás is nekem lelkesít, és örömmel tölt el, és a felelősségemet is sokkal komolyabban átérzem. Emlékszem nemrég, amikor volt egy evangelizációs alkalom Hévízen, és úgy mutattak be, hogy Horváth Gábor az adventista egyház lelkésze, akkor ilyen furcsa érzésem volt, egyszerre éreztem egyfajta méltatlanságot, meg örömöt, meg nem is tudom mit. Tehát sokfajta érzés ment át rajtam. És újból azon gondolkodom, hogy mit tanít az egyházról nekünk az ige, és mit tanít a maradékról. És hogyan tudjuk elhelyezni magunkat ebben a képben, ez egy fontos kérdés, én azt gondolom. És ehhez mindjárt segítségül is hívnánk az igét. Tudjátok, hogy mi az a kifejezés, amit az Új Szövetség használ az egyházra? Van a magyarban is egy ilyen jövevény szó, amit... Anya Szent Egyház. Ezt is, igen. Szokták mondani, hogy szegény az... Akinek nincs. Az eklézsia. Az eklézsia. Ugye, hogy hallottatok már ezt a kifejezést, szegény az eklézsia. A Magyarországban ez így rögzült a köztudatban, de az eklézsia ugye ez nem csak a szegénységekkel összekapcsolódik, hanem sok minden mással. Az eklézsia görög szó sok mindent, illetve több jelentéssel is bír. Szokták használni az új szövetségi írók, illetve a Jóisten az új szövetségi írókon keresztül egy helyi gyülekezetre, gyülekezetek közösségére, és az egész egyházra, ugye a hívők közösségére. Ugye a tagok azok kihívott közösséget alkotnak, és mindegy, hogy a helyi gyülekezet, egy regionális gyülekezet, vagy egy egész egyetemes egyház értődik alatta, az eklézia jelenti mind a három. De most ami nekem igazán kérdés volt akkor is, amikor készültem, hogy milyen képeket használ az ige vagy a Biblia az egyházra. Mik jutnak eszetekbe, amikor az egyházról beszélünk, mik azok a képek, metaforák, amik a Bibliában lefoglalt képek vagy jelképek. Mi jut eszetekbe így elsőre? Azt mondom, egyház, akkor milyen kép az, ami? Isten Bibli? Népe. Isten népe, tehát egy nép. Együtt. Igen. Isten népére milyen jelképeket használ a Biblia? Aki megtartja Isten parancsolatait és a Jézus népét. Egyébként ezzel kapcsolatban idézhetnénk a 100. Zsoltárt, ami úgy szól, hogy tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és ugye nem magunk, az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Itt van egy másik kép rögtön. Tehát nép vagyunk, Isten és juhok vagyunk. Ez is egy kép, nem? Igen. Van egy pásztorunk, és mi vagyunk a juhok. Hát a juhokról sok mindent tudunk. Lehet, hogy a juh jelképe a megváltónak is, aki áll az őt nyírók előtt, vagy a mészárszéken is. Meg azt is olvassuk a juhokról, hogy elszélednek, hogyha nincs, aki pásztorolja őket. Mennek jobbra-balra. És hát ilyenek a gondviselő nélkül élő emberek, mint a birkák, így is lehetne mondani. Tehát az egyház lehet Isten népe. Lehet egy olyan nyáj, akit vezet a pásztor. Milyen kép jut még eszetekbe? Mennyasszony. Az egyik legszebb kép, ugye? Az egyik legbensőségesebb kapcsolat az a Földön, ami összeköti ugye a mennyasszonyt a vőlegényével. És ezekben a képekben, hogyha van egy nyáj, ugye annak van egy pásztora. Ha van egy mennyasszony, annak van vőlegénye. Így van, tehát talán az egyik legszebb kép ez az asszony vagy mennyasszony képe. Az Efézusi levélben olvassuk az 5. fejezetben, idézem az igét, ti férfiak szeressétek a ti feleségeiteket, vagy feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat. És ugye miben látszik, hogy ő szerette az egyházat, hogy önmagát adta. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elé állítsa, úgy, hogy de ne legyen rajta semmiféle szeplő, hanem hogy tiszta, szent és fetyletlen legyen. Így van. És ezeket a képeket, például a mennyasszony, az asszony képét, ugye át meg átszövi ez a kép a Szentírást, ugye az Ószövetségben is már ott szerepel az asszony képe. Jézus mondott példázatot, hogy a 10 szűz példázata, akik várják a visszatérő vőlegényt.
És ugye a férj, vagy a vőlegény az egyértelműen Krisztus, egy lefoglalt kép. Aztán mi jut még eszetekbe, milyen kép van még az egyházról az igében, a Bibliában? Vannak még szép képek. Igen, ott az egyház hogyan jelenik meg? Nem rossz gondolat. Visszatér az atya igazhoz, hát, ahonnan elment. Így van. Belátok. Tehát akkor az egyház... Az egyház az lehet család is? Ilyen értelemben? Igen. Ilyen értelemben család, és... Isten családja. Ha így tekintek mondjuk a Nágocsi testvéreimre, hogy a gyülekezetben a testvérek azok az én testvéreim, igen, akkor az én két fiamnak rengeteg nagynénye és nagybácsija van. Igen. Mert ők az én testvérem, akkor ők egyben nagynénik, nagybácsik az én gyerekeimnek. Hogyan tekintek az egyházamra? Úgy, mint a testvéreimre, úgy, mint mondjuk az idősebbekre, mint a szüleimre, igen, úgy a gyerekekre, mint akik a sajátjaim, mert hogy mi egy család vagyunk. És egy családon belül, igen, itt egy másik kép, vannak tagok, test. Ez is egy kép, lefoglalt kép, nem? Igen. Hogy egy test vagyunk, egy test vagyunk, és a testnek van egy feje. Mondjuk ez azért is egy nagyon szép kép, mert ez alapján senki nem mutatja az egyházban azt, hogy ő jelentéktelen. Mert hát minden tagnak van szerepe. Ha csak valami apró kis része a szervezetünknek elromlik, azt rögtön megérezzük. Lehet, hogy az csak egy kis ideg itt a szánk szélén. De hogyha az folyamatosan beremeg, az tud zavarni, nem? Igen. Ha volt már ilyenetek. Vagy egy zsibbadó kis új. Ugye? Tehát ez is egy olyan szép kép, és gondolkodtad bennünket arról, hogy az egyház az egy nagyon hát fontos megtartó erő itt ebben a világban. És ugye, ha már vissza is térünk mondjuk a család képére, mert mindig elhelyeztük valahol Istent és Krisztus. A családban kicsoda? Isten. Milyen szerepet kap ő? Tehát apukánk, ugye? Nem tudom, próbáltatok-e már így imádkozni a mi atyánkat, hogy vagy édesapánk. Édesapánk. Vagy apucinak is lehetne fordítani, hogyha nagyon belségesek akarunk lenni. Tehát az a fajta kötelék, az a fajta közösség, amire vágyik Isten a gyermekeivel. Ugye benne van az Isten gyermekképben, hogy ő az atya. Vagy anya. Ugye ilyen kép is van a Bibliában, hogy Isten megjelenik anyaként is, hogy hát el tud-e feledkezni az anya gyermekéről? El tud. Az anya el tud, de hogyha ugye meg is történ, ez Isten nem feledkezik el rólunk. Tehát ő a legjobb anya. Ő a legelrejtőbb apa. Akihez, mint tékozló, visszamehetünk bármikor. Ezek nagyon szép lefoglalt képek. Aztán van ilyen kép is a Bibliában az egyházról, hogy hadsereg. Ez Istennek a serege. Akik fölvérteződnek, hogyha elfogadják Istentől, hogy a lélek fegyverzetével. Ezek a fegyverek inkább védekező fegyverek, van azért támadó része is, de hogy egy olyan csatában lehetünk, ahol előre a vezérünk, ugye, Krisztus, megígérte a győzelmet. A békességnek Istene eltiporja sátánt a ti lábaitok alatt. Ha már volt szó délelőtt, hogy az ős evangéliumról van egy ilyen ígéret Pál apostolon keresztül a római kezét levélből, hogy a békesség Istene az el akarja mi lábaink alatt taposni az ellenséget. Tehát nekünk ugye egy harcban kell élnünk, és ez a harc, ez egy nemes küzdelem, amiről több helyen beszél az ige. Aztán van-e olyan kijelentés vagy kép rólunk, mint egyházról, hogy mi papok vagyunk? Igen. Ilyen képünk is van, ugye? Igen. Ismeritek talán Péter első leveléből a második fejezet 9. verse, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki ugye elhívott titeket sötétségből a csodálatos világosságára. Ez is egy kép. És hogy így iszlegetjük ezeket a képeket, egyre inkább láthatjuk azt, hogy Istennek fontos az ő népe. Istennek fontos az ő választottja, az ő menyasszonya, az ő felesége. Az ő gyermekei a családjában, az ő katonái. Azt mondja, aki titeket bánt, az ő szemefényét bántja. Amire viszont most szeretnék rá utalni, vagy kicsit a fókuszt irányítani, az, hogy melyik az a kép, ami leginkább adventista sajátosságunk. Amit más egyházak
nem képviselnek úgy, ahogy mi képviselhetjük a világban. Van még egy kép. A szombat, ami összekül. Az egyházról. Ez igaz, tehát a szombat is egy ilyen igazság. És még van jó pár olyan hitbeli pillérünk, amit azt gondolom, hogy nekünk adott Isten, hogy képviseljük ebben a világban. De van még egy kép az egyházról, ami egy szép kép. Megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Így van. Ez az erről lesz még szó, csak hogy van még egy jelző. Erről a népről. Kinek jut eszébe? A maradék. Igen, a maradék. A maradék. Vagy a maradék maradéka. Ez egy olyan sajátosság, amit azt gondolom, hogy érdemes átgondolnunk az ige fényében. Volt az ige szerint mindig is maradék? Igen. A többség vagy a kisebbség az, aki Istenhez hűséges ebben a világban? Kisebbség. Ugye a széles vagy a keskeny úton járnak az igazak? Keskeny. Jó lenne szélesen járni. Nem tudom, láttatok-e azt mármint úgy szélesen, hogy ha széles úton járhatnak mindannyian, akik Istenhez haladunk. Nem tudom, láttatok-e azt a képet, van egy ilyen protestáns, köszönöm szépen, illusztráció. Szokták nyomtatni is, ahol van egy széles út, és mellette egy kicsi keskeny, és a szélesen... Ott van kint ez a kép. Na, ott van kint a kép. Igen. Egyszer egy lelkésztől hallottam, hogy neki ez a kép nem minden szempontból tetszik, azért, mert úgy állítja be ezt a két utat, hogy ez ilyen nagyon elhatárolható egymástól. De nekünk hívőknek sokszor úgy kell menni, hogy a keskeny út az a szélesen belül van, és vagy azzal szembe megy, és nem egy ilyen mindig elhatárolható oldal, hanem sokszor kell megharcolnunk azt, hogy nem olyan könnyű a keskeny úton tovább haladni, és valóban egy maradék, egy kisebbség, a kevesebb az, aki azon jár. Bár ne így lenne, de parancsolj. Erdélyi Laci bácsi írt egy könyvet, odaadtam Zümikének, az a címe, Keskeny út a sztrádán. Tehát tulajdonképpen a széles út a sztráda, és a keskeny úton megy a hívő. Uh-huh. Van egy Sükös Pál nevű református lelkésznek egy könyve, talán a Keskeny úton ez a címe, igen. És a nagyon szép, hogy ajánlom figyelmetekbe. Az a Magyarország ébredési mozgalma 50-es évek idejéből dolgoz fel egy olyan történetet, amikor egy lelkész, aki épp kikerül a teológiáról, és professzor és doktori címmel rendelkezik, elkerül egy kis gyülekezethez. Ez a lelkész doktor, ő hitetlen, a gyülekezete meg hívő. És sok mindent tud, ugye, amiről beszélgettünk a szombatiskolában, csak épp Krisztus nélküli az élete. Nincsen feje, nincsen vőlegénye, nincsen pásztora az életének. És arról szól az egész könyv, hogy hogyan tér meg a gyülekezete, a hívő közösség hatására. Hogyan küzd a gyülekezet a hitetlen pásztoráért. Mert befogadják a családjukba, és szeretik. Annak ellenére, hogy feljelenti a saját presbiterét, börtönbe csukatja, hogy ez egy másik rendszerben játszódik, megvereti. De aztán a hívő gyülekezetének a hitbeli magatartása az megdöbbenti, és oda vezeti Krisztushoz. Na, tehát, hogyha most gondolkodunk, visszatérünk a maradék képéhez, ugye mindig is ott van a Bibliában a maradék. Ki volt az első, akiről így szól az ige? Hogy maradék. Egy nagy csoportból egy kisebbség. A legelső. Noé. Így van. Noé volt az első személy, akiről így szól az ige. Ugye az özönvíz előtti világból hány ember menekült meg? De nem voltak sokan. Noé, a felesége, ugye a három fia és azoknak a feleségei. És abból a 8 emberből mindenki igaz volt? Nem. Hogy hívták a fiúkat? Sémkám és Jáfet. És Jáfet. Uh-huh. És hát látjuk azt, hogy hogyan haladt ennek a három fiúnak az élete. Látjuk azt, hogy a kiválasztott, vagy a maradékhoz tartozó Noé is követette hibákat, ő sem volt tökéletes. Aztán ugye ott van egy másik kép, ugye Úrvárosából kihívja Isten, Ábrahámot tanultunk róla. Igen. És ő is egy népnek a, hát még csak nem azt mondjuk a maradék, hanem ő egyedül alapoz meg egy egész népet a családjával, kivonul ugye egy pogány közegből, és Isten ugye ígérete szerint nagy népé teszi, de ez kicsiben indul. Vagy nézzük meg, hogy
ott van Jákob, ugye a kisebbik fiú. Vagy ott van József, ugye, aki Egyiptomban, ugye Isten által vezetve, a hite által felmagasztaltatik. József a maradék része? Igen. És a 11 testvére? Hát az nem. A 11 testvére a maradék része, vagy nem a maradék része? Hát át kellett menniük egy megtérésen. Igen. De olyan szépen lehet. Tehát tulajdonképpen tehát annyira szép ez a folyamat, hogy ugyannak a 11 testvérnek, vagy 10-nek, talán a legkisebbnek még nem olyan szinten, de megtérésre volt szüksége. És Isten küzd értük. Igen. Isten nem mond le könnyen azért az ő népéről, az ő gyermekeiről. Ő harcol. Aztán ott van Izrael, ugye a pogány népek gyűrűjében. Egy kicsi maradéknak tűnik csak, nem? Igen. Aki ráadásul botladozik. De voltak olyan időszakai ennek a maradék népnek, hogy amikor, gondoljatok mondjuk Salamon idejére, ahol messze országokból jönnek megcsodálni azt, hogy az Isten népe hogyan működik. Mert akkor ez a maradék kis nép tudott világosságul működni. És amikor Isten vezeti az ő népét, és a nép hagyja, hogy csodák történjenek, akkor az mindig is bizonság volt. De az a nép maradék nép. Aztán ugye amikor ez a maradék nép is ott ugye Kánaán földjén, hogy éli az életét, és aztán királyt akarnak, hasonulni akarnak a többiekhez, nem megélni a kiváltságos helyzetüket, hanem inkább valahogy beintegrálódni a többi pogány nép közé. És Isten azt mondja, ugye, Sámuelnek, hogy hát nem téged utáltak meg, hanem engem. De még ezután is küzd a népért, és vezeti őket, és próbálja a királyokat is magához közel vonni. De ugye aztán utána ez a folyamat, ez sajnos halad előre maga útján, és tudjuk, most tanulunk Jeremiásról, hogy végül a fogság az eljön. És a fogságból mindenki visszatér? Nem. Ugye megint a maradék képével találkozunk. Visszatér a maradéknak ugye a maradéka. Milyen a visszatérők hitbeli erkölcsi állapota? Ezek hitben erős és kiegyensúlyozott emberek? Vagy botladozóak? Összeállítottak a pogányokkal? Nyomorgatják egymást? Hallottatok már a nehémiási lelki gondozásról? Milyen a nehémiási lelki gondozás? Ma nézzétek meg, amikor megrángatja a testvéreinek a szakállát. Mert ott van leírva a nehémiás könyvében. Hát meg kell őket egy kicsit gyepálni, már bocsánat, mert ahogy viselkednek a saját honfitársaikat nyomorgatják és adósítják el. Vagy olvasunk ilyet ugye Ámos könyvében, hogy építgetik a saját házaikat, és az Isten háza pedig ott áll. Vagy sehogy nincsen, mert hogy az Isten házat nem építik. És ugye szomorú látni ezt, hogy még a visszatérő maradék is sokszor milyen erkölcsi, milyen hitbeli állapotban van. De mégis Isten szeme fénye az egyház. És nekünk ezt fontos tudni. Vagy nézzük meg egy kicsikét később, hogy amikor Jézus eljön a földre, ugye, testet ölt, akkor a maradék egyház hogyan viszonyult hozzá? Az ő népe mit csinált a megváltójával? Ez az egyik legszomorúbb kép, nem? Hogy a megváltó eljön az ő népéhez, a maradékhoz, és hát nem csak, hogy nem fogadják be, és nem csak, hogy kivetik magukból, hanem meg is ölik. És a legkegyetlenebb halált kívánják rá. Ez is olyan szomorú, hogyha vizsgáljuk ugye az Izrael népének a történetét, hogy hogyan tudtak a ló egyik oldaláról a másikra esni. Először összevegyültek mindenféle néppel, mindenféle pogány ocsmányságot beemeltek a hétköznapjaikba, aztán pedig teljesen elkülönültek minden néptől. Egyébként ez szerintem veszély sokszor ránk adventistákra is. Hogy nem megyünk az emberek közé, van egy biztonság, hogy mi vagyunk az igaz egyház. Egyébként ezt elmondja magáról nagyon sok egyház. Hogy hát mi azért mások vagyunk, mi azért jobbak vagyunk. Ugye van az anekdota, persze egy ilyen buta vicc, de nem tudom, hallottátok-e már, ami arról szól, hogy amikor megy fel egy újabb csoport, így a mennybe, és vezetik körbe, akkor mondja itt Péter, hogy most csendesen menjetek itt a kerítés mellett. Miért? Kik laknak? Hát az adventisták, de azt hiszik, hogy ők vannak itt egyedül. Tehát, hogy
Tehát van egy ilyen lelkület is, ami most csak azért mondtam ezt az anekdotát, vagy ezt a buta viccet, hogy kifejezem azt, hogy ez bennünket is megkísérthet. Igen. Hogy mi igazabbak vagyunk, ami a zsidókat is megkísértette. És élték az életüket, ugye, és Isten megengedte a következményeket, ott nyögték a római igát, de mi akkor is büszkélkedtek. Még akkor is azt mondták, hogy mi különbek vagyunk, mi nagyobbak vagyunk, mi szentebbek vagyunk, és bizonyos szempontból azok is voltak, mert volt egy szentebb, igazabb üzenet a kezükben, amit rosszul hirdettek, és amiben nem ismerték fel a saját megváltójukat. És ez olyan szomorú látni, hogy Isten elhív egy népet, Isten megvált egy népet, de a megváltás az nem tud a megszentelődés irányában kiteljesedni, mert ez a nép elutasítja mindazt, amit Isten szeretne kiteljesíteni. Aztán megkérdezhetném azt, hogy a Jézus által elhívott egyház. Ugye, mert ő megalapította ugye, az egyházat, vagy újra alapította, vagy újra szövetséget kötött az egyházzal, aminek ugye ott volt az alapja, az apostoli alapja. Hogy ez az ős keresztény egyház mennyire volt stabil, vagy egészséges? Azért jó látni, nem azt a dicsőséges indulást. Igen. Péter prédikál, és 3000-en megtérnek. Annyi, amint itt az egyházterületen vagyunk adventisták körülbelül. Egy prédikációra. Na hát én vágyom arra, hogy a Szentlélek így tudjon engem használni, hogy ennyire Isten erőtett legyek, hogy egy prédikációra 3000-en megtérnek. De aztán látjuk azt, hogy például csak idézem Pál apostolt, Korintusi 5. fejezetéből az első vers, általában hallatszik közöttetek paráznaság, mondja, még olyan paráznaság is, amilyen a pogányok között sem említetik, hogy valaki atyának feleségét elvegye. De olvasunk ilyenről. Aztán olvasunk etnikai kétszínűségről, még a vezetők között is versengésekről. Pál is meghasonlik Barnabással, ugye elindulnak, de aztán kétfelé válnak. Mondjuk ez egyen a legrosszabb dolog, ami történik, hogy egy műszült helyett kettő van. Olvasunk ilyenekről, hogy hamis tanítók és tanítások vegyülnek be az igaz és tiszta tanítás közé. Olvasunk törvényeskedőkről, már Pál apostol intelmeiben. Sátán mindig is támadja, és támadni fogja az egyházat, és támadja a maradékot. Különös figyelme van ránk. A Nagy Küzdelem című könyv tulajdonképpen a maradékról szól. Hogy Isten hogyan hívja el az ő gyermekeit, és hogyan szeretné általuk képviseltetni magát ebben a beteg világban. Tudjátok-e, hogy a magvának maradéka kifejezés hol található a Szentírásban? A maradék maradéka, vagy a magvának maradéka? Az a... Nem? Akkor lapozzuk fel együtt Jelenések könyvét, a 12. fejezet. Tudósít. 12. Jelenések 12, 17. Ugye Jelenések könyvében 12. fejezete ad egy hát speciális szempontú áttekintést, ugye a megváltás művére. Ugye benne van már a mennyei lázadás, benne van az asszony, aki a pusztába futamodik, ugye a készített helye van, benne van az, hogy hogyan viaskodik Mihály és az ő angyalai ugye a sárkánnyal, és benne van az, hogy vetetik a földre, benne van az, hogy üldözi az asszonyt, benne van az 1260 éves profécia is ugye ebben a fejezetben, és azt olvassuk, 17. vers, megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzik egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus, vagy van a Jézus Krisztus bizonságtétele. Az asszony magvából valókkal, vagy a magvának maradékából valókkal küzd a sárkány, a sátán. Próbálja őket elejteni. De van itt egy érdekes párhuzam az ős evangéliummal is. Ellenségeskedést szerzek közted és az asszony között, a te magad és az ő magva között, az neked fejedetapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ugye itt is, be lehet azonosítani, van itt is sárkány? Igen. Van asszony? Igen. Van az asszonynak magva? Adakozik. Igen. Tehát vannak itt jellemzők ebben a fejezetben. És vannak jellemzők az igaz gyermekeire Istennek. Mik a jellemzői? Megtartják Isten parancsolatait. Van Jézus Krisztus bizonságtétele. Más helyen a proféta
És van még egy, amire várunk még. Mi az, ami fontos? Azok, akik megőrzik Isten parancsolatot, és náluk van Jézus bizonságtétel, ami a prófétaság lelke, ugye ezt 19. fejezetben, 10. versben be tudjuk azonosítani. Mi az, ami fontos? Van még egy. Ami jellemzi ezt a népet. A békességes ülés. Igen, és még egy. Jézus hite. Jézus hite. Jézus hite. Tehát az a hit... 12. Uh-huh. 14. fejezet, 12. rész. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Így van. Kiemelted azt, amit én is szerettem volna. Hogy akik megőrzik Jézus parancsolatait, vagy Isten parancsolatait, és a Jézus hitét. A Jézus hitét. Nem elég valamit megőrizni, nem elég egy bizonságtételt birtokolni, hanem kell nekünk Jézusnak a hite is. És én azon is gondolkodtam, hogy ha visszatérünk, és így nézzük Izrael történetét, egy elcsüggett zsidó ember, amikor látta a saját népe állapotát, hova mehetett? Hova mehetett? Például Jeremiás. Mondhatta volna azt, hogy hát ez a nép, ez olyan hitetlen. Annyit küzdöttem, érte fáradoztam, elég volt, elmegyek. Hova mehetett volna a Jeremiás? Velük ment a fogságba. Illetve velük maradt. Mert mehetett volna Babilonba, hívták is. Ott... Jobban megbecsült, erről tanultok múlt, jobban megbecsülte ugye, a babiloni nép őt, mint a saját népe. De hova mehetett egy zsidó, aki elcsüggette azért, hogy milyen állapotban van a saját népe? Nem tudom, nektek volt már ilyen kísérletésetek, hogy itt hagyom az egyházat? Hogy elég van, vagy a gyülekezetemet? Mert olyan állapotban vannak, olyan nyomorúság van, hogy én nem akarok itt maradni tovább. Ki az, akit ez már megkísértett, testvérek? Szerintem többünket. De hova mehetünk? Bennem volt ilyen kérdés, hogy én keresek egy olyan közösséget, ahol szeretet van. Ahol a testvéri kötelékek azok melegebbek, ahol jobban megragadható az, hogy mit jelent az, amit úgy mond ugye Jézus maga, hogy arról ismeri meg ugye mindenki, hogy a tanítványai vagyunk, hogyha egymást szeretjük. És én azt gondolom, hogy ha ez nincsen, akkor ott valami... Nincs rendben. Igen, valami nincs rendben. És ez megkísérdett többünket is, hogy akkor megyek. És engem azt tartott itt, hogy elgondolkodtam, de hova mehetnék? Hisz bárhova máshova megyek, lehet, hogy több a szeretet, de akkor meg kell alkudnom az igazság tekintetében, és a kettőt nem lehet egymással szembeállítani. Maradunk. És nyilván nekünk meg kell küzdenünk azt, hogy vajon miért hiányzik a szívemből Jézus hite? Vagy miért nincsen ott az a fajta reménység, hogy de Isten akkor is ugye a maradékot megőrzi? Uh-huh. És ugye voltak elcsüggedve Isten gyermekei, illis is kellett bátorítani, azért van még itt egy pár ezer lélek. Te nem látod. Igen. De ők is a családtagjaim. Hát... Igen. Hát igen, de azt gondolom, hogy mindig van olyan maradék, akit nem látunk, és lehet... Az Úr tudja. Így van. Az Úr mindig tudja. És úgy is feltettem a kérdést, hova mehet egy adventista ma, anélkül, hogy ne adná fel valamelyik igazságot. Hova mehetünk? Sehova. Itt a helyünk. Ez az egyházunk, ez a családunk. Akkor is, hogyha ez a család néha betegen működik. Akkor is, hogy a harcostársaim eldobálják a fegyvereiket, vagy mondjuk másra használják, mint amire kéne. Akkor is, hogyha a nyájtársaim azok jobbra-balra csellengenek. Akkor is, hogyha úgy érzem, hogy nem hűséges, aki mellettem van a megváltójához. Egyébként gondolkodtam, nem tudom, hogy ki az, akinek... matek feje van, illetve tudom, hogy egy-kettőtöknek van matek feje, nekem nincsen, de ilyen egyszerű matematikai képetekkel próbáltam magamnak az egyházat leírni. Vagy azt, amit Isten akar mutatni. Például van egy ilyen képlet, hogy 3 = 1, vagy 1 = 3. Ez minek a képlete? Az Úr, a Szent Háromság. Ugye a Szent Háromság. Ez nem igaz itt a Földön, de igaz. Az isteni matematika szerint. Igen, ott a 3 = 1, és az 1 = 3.
És ezt emberre nem tudjuk felfogni. De azt mondom, hogy 2 + 2 = 3, ez milyen képlet? Ez sokszor a betegen működő egyház képlete. Ahol a 2 + 2 hiába adódik össze, nem lesz belőle 4, hanem kevesebb lesz. Ahol a testvérek azáltal, hogy együtt vannak, csak nyírják egymást, csak bántják egymást, és elfogynak. És tönkre mennek. Ismerős ez az állapot? Voltatok már ilyen helyzetben? Hogy a testvéreidekkel való közösség nem épített, hanem valamit elvett tőletek? Volt. És a 2 + 2 = 4 az jó képet az egyházra? Az sem jó, nem? Mert ott annyi történik, ez az az egyház, a 2 + 2 = 4 egyház, ez nekem olyan egyház, ahol azt mondjuk, hogy összeadjuk, amink van, és ez pont annyi, amennyire nekünk szükségünk van, és akkor mi így el vagyunk. Ez ilyen belterjes klubképlet nekem a 2 + 2 = 4. Az egyház képlet az, hogy 2 + 2 = 5, vagy 6, vagy 8, vagy 10. Mert ha összeadjuk a talentumainkat, ott Isten megsokszorozza az áldását. És a maradék akkor tölti be a küldetését, hogyha így tudunk működni. Isten győzelmes népeként, olyan maradékként, akire jellemző az, hogy náluk van parancsolata, Jézus hite, profétaság ajándéka. És én azt kívánom teljes szívemből, hogy ezen tudjunk elmélkedni, hogy legyen identitásunk része az, hogy nekünk küldetésünk van, mi maradék vagyunk, mi kiváltságosak vagyunk. Hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki elhívott bennünket valamire. Ez a küldetés az egyházunknak, ez a küldetésünk. És ezt kívánom, hogy ezt tudjuk betölteni és megélni. Amen.